mindent elértem, amit te... Egy-kettő hamarosan megvalós. Ó, oh, szar volt. Van egy mennyasszonyom. Két csodálatos gyermekünk is van. Úgyhogy nem, feladat. Jó, oké. Cut. Kicsim, gyere már ide, mert mit akarok mondani? Jó lesz, amilyen izé. A fire, no one desire. Egy kis hang is kéne hozzá. Na jó, kiléptem a bácsát. Jaj, te főhomokos Backstreet Boys lennél. Jaj, te ilyen elszínkes voltál, mi? Semmelyik. Csak a romantikus erőszak. Á, nem, az hülyeség. Úgy csinál, mint hogyha mindig tartanád egy labdát az őszintet, ja. A gyerek szemben. Így? Aha, úgy változik. Ez így, ez így jó képben? Még egy picit lehet így. Aha. Ja. Ez nem volt jó, nem rögtjett. Na. A szonyok el. Izgulsz, Gréti? Nagyon izgulok. Nagyon átgondoltam, készülök erre a jelenetre. Mi vagyunk a bástyák. Számunkra is még egy kicsit zűrzavar van. De igen, zűrzavar. Mondtam! Sziasztok! Megyes Dávid vagyok. 33 éves és 10 éve a pénzügyben dolgozom. Az benne volt, hogy fölnyitodott a csomagtartó annyit? Á, nem, az hülyeség. Széldomás van! De nem vettem huszasba! Huszas? Nem hiszem. Dávid nagyobb elkesedés. Bástyák! Szamira, mit csinálsz itt? Videót. Itt komoly munka folyik. Á, nem, az hülyeség. Én mindenhez értek. Vagyis mindenhez. De ezt mi mondod? Jó. Nem tudok erre ráülni. Ha mindig így fekvek vagyok? Nem, hát így ülve, de itt azért bemegy alattam. Hát vagy... Vagy tedd le lábad a kordára. Így le. Aha. Akkor így. És akkor így kajakozgassa? Ilyen jó az. Új. És megtámaszkom. És jön, mint valamilyen ilyen nagyon lomb fiú zenekar. Viszont szeretnék egy kicsit kilépni a szigorú, megfontolt édesapa szerepéből. Oké, pont. És mi van itt bármi? Mit kell csinálni? Te vagy a férjem és félsz bemenni egy garázsba. Hát nem a garázsba megyek, félek bemenni, hanem itt vannak az egerek, patkányok. Én is bementem. Mire fogod? Csicska vagy. 33 évesen félsz egy 7 dekás kis szőrös állatot. Ez nem 7 dekás, tesó. Mondok valamit, neki nagyobb a farka, mint a tiéd. Minden pénteken itt a szomszédban fűnyírás van. Nálam is péntek, az a fűnyírás. Akkor kiabálj majd. Mint hogy van két gyerekem! Van két gyerekem! És nem nyírják a füvet. Tudod, mitől félsz a ruhák összehajtogatását? Hát a torettegek, a torettegek. Ti még vakon vagytok? Vakon? Milyen vakon? Vakon! Ja. Ti még vakon vagytok? Na gyerekek, itt vagyunk. Gyertek egy kicsit arrébb, álljunk be, oké? Kör közepén. Előre, hajrá, hajrá! Van egy menet? Ilyen olimpiai kajakos vagyok. Vagyok. Mindegy. Talán azt hitték, hogy ez a múlté. Vagy így mondja, hogy vagyok, vagy voltam? Hát, hogy szoktad? Hát, de én nem szoktam mondani, én nem voltam soha. Én sosem mondom, hogy de hogyha valaha azt vettem, biztos azt mondanám, hogy az vagyok. Jó. Jó, akkor elmehet, hogy ebben vagyok, mert az megtörtént. Akkor mindjárt forgatási engedély. Kinyarom. Én hol lezúzom a fejét. Szegény néni. De csak egy halandó közterületes. Megkapkodj! Megkapkodj! Na! Jó! Esküszöm neked, ez az utolsó két volt a legszarabb bazzek. Otthon meg 5 percet végeztünk. Á, nem, ez hülyeség. Na, kucsara, 3. De hamarosan felnyitjuk a szemeteket. Sziasztok, nem kell, nem?
Igen, sziasztok, nem kell, nem, nem kell. Felveszük még egyszer, Léci. Ő is. Ugyanis apa vagyok. Csak én meg közben fosztom, hogy mikor esek el. Azt egyben nem fogod. Nehéz kújtsó el! Nem esel el! Ez amúgy jó volt, de azért vegyünk fel még egyet. De meg Joel lógott bele, de mindegy, jó ez. Nem. Viszont ezt én terveztem, és én is építettem. Mert hogy mindenhez érte. Vagyis mindenhez is. Nem tudok odaállni, hogy így ment a kamera. Tuk-tuk, tuk-tuk-tuk. Szóval nem érhet semmi elmeket is. Elbasztam. Ja, és van még egy szerelmem. Még egyszer? Még egyszer. Jó, még egyszer? Jó, még egyszer, ez a májvatatlan könyvből olvastad volna. Hiszen egy sportoló sosem ülhet nyugodtan a fenekén. Sziasztok! Mi vagyunk a Bástyák. Most még nem tudjátok, hogy miről van szó. Nem, menj de... vissza, ne köszönj be! Ez a promód vége! Ha csináljuk mi, az leszakad az ég. Joel, egy Jedi vagy! Nem tudjátok, hogy miről van szó, de hamarosan meg tudjátok. Jó, várjál. Nem kell felállnod. Ne felém, gyere! Miért? Hát hova? Mert? Uh-huh. Ja, hát minden ma barátok nincs. Szóltál! Szóltál, Geca! Szóljál be, mehet! Kettő, egy. Higgyétek el, itthon is ugyanolyan jó csapat vagyunk, mint kint voltunk. Hova erre? Ura. Róla szerdesz-e magad? Hogy beszélsz? Ezt az Instagram követőink hallják. Talán hallottatok róla. Mindegy, Joel rájön. Hát nem tudom, kézvendítést. Kettő, három! Bastian! Mit mondtál? Bastian!